misszionáriusként szolgálok az egyházkerületnél, és tulajdonképpen ennek a központnak ez úgy volt elkönyvelve, mint a cigány missziós központ, a cigány gyerekek táboroztatására, a cigány gyülekezetek, a cigány emberek összefogására együtt, de azóta kibővült ez a központunk, kibővült a szolgáltatás, és nagyon sokszor jönnek a Krisztől, mint a mai napon is. Krisztől jöttek egy szikra hétvégére, és bárkit ilyen egyházi rendezvényekre nagyon szívesen látunk. Maga a központnak a neve is Agape Missziós Központ. Az Agape, tudjuk, az a szeretett vendégség, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, szeretettel adjuk át mindenkinek a helyet. Próbálunk bővíteni, próbáljuk a helyet egy kicsit, mert egy kicsit le volt hanyagolva, de próbáljuk rendbefeleszedni. Most is éppen az egyházkerület támogatásával, a püspök úr támogatásával, 3 zuhanyzóval bővítjük a központunkat. Aztán szeretnénk majd a kinti nyári teraszt egy kicsit betéliesíteni, hogy télen is tudjunk fogadni bármilyen csoportot. Bármilyen egyházi rendezvényeket szívesen várunk, szeretettel várunk ebbe a központba. A 20-as években a csehek építették, ez egy katonai laktanya volt, lent egy nagy pincehelyiség is van, egy óvóhelynek volt az kibővítve, úgyhogy nem annak volt építve, de próbáljuk átalakítani. Nagyon sok segítséget nyújt a csonkapapi gyülekezet is, ma a lelkész is, bármit kérünk tőlük nagy segítséggel jönnek felénk, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk az egyházkerületnek, a csonkapapi gyülekezetnek, és magának a közösségnek, aki tényleg szívvel, lélekkel itt van, a gondnok úr is, akár a szakásnők, hogy tényleg szívvel, lélekkel csináljuk, és azért meglátszik, hogyha körülnézünk a területen, meglátszik az, hogy van mit bővíteni, van mit szépíteni, de mindig egy lakáson, egy helyen, mindig van mit szépíteni, mindig van mit újítani, és mi szeretnénk, hogy tényleg ez egy lelki központ legyen, egy ébredési központ, egy olyan központ, ahova boldogan jönnek, ahova az Isten közelébe jönnek, és itt találkoznak az Úr Jézussal. Idén, most júniusban lesz 4 hetünk, a cigány gyerekek táboroztatása, ez a teljes június lefedettség, aztán jönnek majd a csongori gyülekezettől, lesz rászoruló gyerekeknek a tábora, akkor jön holland csapat, most fogjuk fogadni jövő hétvégén éppen a csonkapapi gyülekezetnek a testvérgyülekezete jön Debrecenből, őket fogjuk vendégül látni. Akkor van egy ilyen cigány gyerekeknek, ilyen foci csapatot rendeznek, és akkor ők jönnek egy heti ilyen sportrendezvényre ide a központunkba, úgyhogy próbálunk. Hát most eléggé zsúfoltak vagyunk, még van egy néhány hetünk, úgyhogy ez nem a reklám helye, de azért szeretettel várunk mindenkit.